Köszöntök minden kedves kincsvadászt! Ma újabb érdekességek nyomába eredünk, egészen pontosan egy olyan kastély rejtelmeibe fogunk betekinteni, amelyet sokan Erdély legszebb kastélyának neveznek. Ha kíváncsiak arra, hogy melyik is ez, akkor tartsanak velünk! A gernyeszegi Teleki kastély építését 1772-ben kezdték el egy középkori vár helyére Teleki László kezdeményezésével. A Maros égköveként számon tartott impozáns épület 1803-ban nyeri el végleges alakját. A hosszú éveken át tartó munkálatokat a telekiek három nemzedéke irányította. Erdély történelmének egyik leggyakrabban előforduló családja a Teleki család. Önmagában már a megnevezésében sok minden benne van, mert egész hivatalosan ezt így szokták a történészek leírni, római szent birodalmi széki gróf Teleki család. Tehát ebben benne van az, hogy nem csak egyszerűen gróf, hanem az római birodalmi széki gróf, tehát legalább Európa szintet jelent. Teleki Mihályról sok mindent feljegyeztek. Érdekes feljegyzést találtam a házasságával kapcsolatosan. Azt írták róla, hogy olyan Szent Péter arcú, hosszú-hosszú szakállú ember volt, és kopasz volt talán, láttam is egy festményt, valóban úgy néz ki, mint egy Szent Péter szent, és akkor igazolja az a feljegyzés, hogy az első felesége, az Kutyfalvi Pekri Zsófia volt, aki viszont nem akart hozzámenni, nem szívesen ment hozzá feleségül, éppen azért, mert nem volt egy szép férfi. A menyasszonynak a testvérei viszont írtak egy levelet Teleki Mihálynak, és engedtessék meg, hogy ebből idézzek. Ez a levél így hangzik. Ez a mi hugunk iszonyú finnyás. Azt mondja, hogy ő olyan üszögös Szent Péter forma emberhez nem megyen, mint kegyelmet. Mi azt felelénk, felőled, ha rút vagyis, de emberséges vagy, szolgálatra való legény vagy, s minékünk az atyafiaknak tetszel. Külön érdekességnek számít, ha gróf Teleki Kálmántól hallgatunk meg egy személyes családi történetet. 1936-ban volt egy nagy vacsora a kastélyban, és várták, hogy hozzák fel a sajtkóhot, amelyik az egyik specialitása volt Mihály bácsinak. Úgy nevezte már mindenki, hogy Mihály bácsi a szakács. És mi nem jön. És édesanyám most már feláll, és kimegy, és megy a kis lépcsőre, ahol általában felszokták hozni az ételt, és látja Mihály bácsit térdelni a lépcsőn, és nyugodtan kanalazni egy tálba a teljesen kiömlött sajtkóhot a lépcsőről. Anyám teljesen oda van, hogy mi történik, Mihály bácsi, mi történt? Mihály bácsi teljes nyugodtsággal azt mondja, grófnő, ne izguljon, 2 perc múlva készen leszek. A szobalány leejtette a sajtkókot a lépcsőre, de én ezt megoldom nagyon gyorsan. És tényleg 2 perc múlva felhozta a sajtkókot, amit a lépcsőről szedett össze. Ennyi
fért mai műsorunkba. Remélem, hogy a néhány perc alatt érdekes, értékes ismeretekkel gazdagodtak. Ne feledjék, még sok felfedezés vár ránk, tartsanak velünk következő alkalommal is. Addig is a viszontlátásra!